Úgy tűnik, ő komolyan veszi a slágért, ezt egy életen át kell játszani. A Váccal 22 éve lett magyar bajnok, ott volt az UEFA döntős Videótonban, majd munka és kapus edzősködés mellett védett alsóbb osztályokban, ezúttal pedig 57 évesen Dunavarsányban lett beugró Koszta János futballkapus. Hát aki ide is beugrott hozzánk ma reggel, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek is! A hétvégén Dunavarsány Újhartyán 2-0, Koszta a kapuban, tehát gól nélkül, a Dunavarsány az ötödik helyen. Hogy ment a védés? Elégedett volt az edződ? Hát az edzőm az biztos elégedett volt, mert hogyha egy kapus nem kap gólt, az már alapjában véve jó. És megmondom őszintén, én is elégedett voltam a csapattal is, mert egy kimondottan motivált társaságba csöppentem bele. Igaz, egy-két embert ismertem csak belőle. Az egyik az a labdaszedőm volt a BVSC-ben még. És megmondom őszintén, hogy tényleg egy nagyon jó csapatot ismertem meg a Dunavarsány személyébe. Jut eszembe az edződ, hogy elégedett vagy elégedett, hát elégedett nyilván, mert nem kaptál gólt, de az edződ fiatalabb nálad? Ki nem fiatalabb? Ez a kérdés, igen. Igen, az edző is fiatalabb, játszottunk egy csapatban a Taksonyban, a Szabados Tomival, sőt még az édesapjával a 60-ban is játszottunk együtt, és hát a Tomi ott lakik Kosdon, ahol én, ugyanabban az utcában, és hát ő kért meg, hogy igazoljon le, mert van egy nagyon jó kapus a Széli szemében, tényleg egy jó adottságú, nagyon jó kapus, és hogyha valami van, akkor szeretné, hogyha én segítenék. Hát én kérdeztem, hogy biztos, hogy 57 éves emberre van szüksége, azt mondja, neki nem, neki a Koszta Jánosra van szüksége személy szerint, tehát nem én ajánlkoztam, hanem hívott. Én meg az a baj, hogy nem tudok nemet mondani. Amikor labdát látok, akkor vagy belerúgok, vagy valami, de a labda megbolondít engem sajnos. Uh-huh. És akkor, hát nem tudom, ilyenkor izgultál, szóval van még ilyen druk azután, hogy azért most már egy ideje visszavonultál, kapus edzéseket tartasz ott vagy a pályán nap, mint nap, de mégsem meccs hangulatban. Vagy így nyugdíj előtt azért már nincs ilyen druk az emberben? Hát 2015 júniusában játszottam utoljára a kis Némedével, akivel bajnokságot nyertünk, utána már 1-1-ben nem mentem fel velük. És megmondom őszintén, hát igazán nagy druk nem volt, csak hát hétfőn este beszéltünk, hajnalban 2 órakor felkeltem arra, hogy várjál már, mit vállaltál? Hát már 1 éve nem voltam kapuba, és hát megmondom őszintén, hogy bennem nem voltak olyan, hogy druk a meccs miatt. Az alap az megvan, a kicsi stressz, ami ugyebár hát készül az ember a mérkőzésre, de most több volt, mint stressz. Egyébként hogyan készültél? Jó, van egy rutin nyilvánvalóan, tehát ugyanez, hogy ha álmodból felkeltenek, akkor is megvannak a kapus mozgások, de hát azért most már elsősorban te a többieket trenírozod. Hát az a reflexekkel nincs probléma, az az igazság, de hát azért az ízületek azok már teljesen másképp alakulnak. Hát megmondom, hogy szintén tegnap abban 32 fokos melegben a bemelegítésen egy kicsit elfáradtam. És hát akkor kezdtem meggondolkodni, hogy hú, ha nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam, hogy visszarázódni. Nem, ez edzés nélkül nem megy, megmondom őszintén, mert edzés nélkül ezt nem lehet. Hiába vagyok munkában, teljesen más idegpályák dolgoznak, mert ott tanítok, oktatok, meg mi egymás. Hát de itt viszont nekem kellett bizonyítani. Bevállaltam ezt a rizikót is, és hál' Istennek azért szerencsém volt is. Arra készültetek, hogy mi van akkor, hogyha megsérülsz? Nem sérülhettem meg, mert nem volt másik kapus. Azt mondom, hogy akkor megint csatár állt volna be, mint a Táborfalva ellen? Szerintem biztosan. Egyébként amikor sérültél meg utoljára? Utoljára a BVSC-be sérültem meg, amikor a comb feszítőizmom beszakadt. Hát az volt az utolsó nagy sérülésem. Csak vissza, az hány éve volt? Hú, az már nagyon rég, 97-ben. Hát akkor igen, majdnem egy 20-as, igaz? Hát igen. Hát mondjuk, hogy ezek szerint akkor alkotilag is szerencsés vagy. Hát megmondom, igen, azt mondhatom, hogy teljes mértékben szerencsés vagyok, mert azért 3 kilót leadtam kedd óta, arra figyeltem, mert hát tudtam, hogy akkor a mozgás az nehézkes lett volna. Hát ez így mennyire van a verseny, az egykori versenysúlyattól? Hát én 99 kilóval hagytam abban, most 102 kiló vagyok. Ja, hát akkor visszahoztad magadat a meccsnapra a versenysúlyra, hát majdnem, igaz? Majdnem, hát ahhoz kellett a családom és a feleségem is, hogy olyan ételeket csinálni, amiből tudok fogyni. Mi az, amit még ma is igazán élvezel a játékban, a védésben, amit most megint úgy, mint harctéri izgalmat és idegességet éreztél a pályán? Hát megmondom őszintén, az ütközéseket szeretem, a beadásoknál a kijöveteleket, mert ezek a szabadrúgásokat, mindent. Ami a védésben benne van, mindent nagyon szeretek és nagyon élvezek, mert ez alapjában véve mindig egy csata a csatár és a kapus között.
És hát az az igazság, hogy én szeretem az ilyen versenyhelyzeteket, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha túl tudok járni például egy csatának az eszén. Na most, hogyha Szabados Tamás hív, akkor bármikor, bárhova megy? Nem bármikor, bárhová, hát ide Dunova versenybe, hogyha mennem kell, akkor én megígértem neki, hogy ha tudok, akkor segítek. És hát eddig sikerült segíteni, remélem, hogy ezek után azért a kapustársam azért nem teszi ilyen helyzetbe, hogy egyik napra a másikra be kell ugranom. És én azt kívánom nekik, hogy ő védjen inkább, mert ő egy fiatal, nagyon tehetséges kapus, és én szerintem övé a jövő, nem az enyém már. De most neked úgy fog kinézni ez a szezon, hogyha az első kapus újra beállhat, hogy te velük mész a meccsekre, hogy legyen két kapus? Meccsekre elmegyek, hogy megnézem őket, de nem öltözök át, mert nem kell. De hogyha valami történik, akkor beszaladsz az öltözőbe. Hát akkor kénytelen vagyok, akkor kénytelen vagyok. Nem öltözöl át, de kész elét bász, azért egy ilyen stand-by állapotba kell lennem, hát hogyha megnyomják a gombot. Állandóan. Milyen, a te eseted felveti azt a biológiai kérdést, hogy milyen életkorban van csúcson a kapus? Hát én azt mondom, hogy 26 év után kezdődik el az, amikor kapusról beszélhetünk. 26 év előtt még nem nagyon beszélhetünk, mert az rutint kell szerezni, mindent, és be is kell érni. Fejbe is be kell érni egy kapusnak, és hát én úgy érzem, hogy a 18-19-20 éves srácokra, amikor már kikiáltják, hogy kapus, akkor én mindig azt mondom, ez kapus növendék. Na várjál, akkor most például, amikor ezt látod, hogy az olasz válogatottba korcsúcsot dönt Donnarumma, a Milán kapusa, aki már 16 évesen beállt a szériába, és 17 évesen válogatott lett, akkor te azért úgy kétkedsz egyelőre? Egy ilyen fiatal kapus, vannak nagyon nagy tehetségek, de egy ilyen fiatal kapus még nem tudja úgy feldolgozni a hibáját. Lehet, hogy még nem követett el az életbe akkora hibát, hogy olyan látványos lett volna, mert általában nagy kapusok tudnak nagy hibát elkövetni, mert akármilyen kis hibát követel egy nagy kapus, az már nagynak számít, mert ugyebár ő nem hibázhat. De nem lehet tudni, hogy pszichésen mennyire tudja ő ezt feldolgozni. Uh-huh. Egy rutinosabb kapus, az feldolgozza, jó, hibáztam, kész, minden. Benne van a pakliba. Ugyanolyan játékos, mint egy csatár, meg is fel kell tudni dolgozni, mert különben dobja a következő hibát. Most ez egy fiatal játékosnál nem biztos, hogy, sőt, én azt mondom, hogy biztos, hogy nem tudja lelkileg annyira feldolgozni. Hiába mondja az idősebb játékos neki utána, aki körülötte futballoznak, hogy jó, semmi baj, kicsi, majd javítunk, vagy ma javítasz, vagy bármi. Mert az megmarad benne. Uh-huh. És hogyha... Ez szerint azt mondta, hogy ha 26 fölött kezdődik a beérés, akkor egy 35-36 éves kapus simán lehet mondani, hogy éppen a csúcson van. Lehet. Hát 30 év felett a csúcson kell lenni, mert uh-huh. már a csúcson kell lenni. Na most ugye, ha úgy veszük, akkor Király Gabi szemtelenül fiatalon lemondott a válogatottságról. Legalábbis még Mészői Kálmán ilyen szenvedélyesen bírálta őt ezért, hogy hát miért vonul vissza, miért nem áll addig készenlétben, amíg hívják, és nyugodtan hívhatták volna. Kinek volt itt igaza szerinted? Hát szerintem magának igaza volt, mert most igazolják a mostani sérülései, hogy igenis az izomzat elfárad. Egy bizonyos kor után elfárad. Annak kell egy regenerációs idő, amit ugyebár a Gábornál nincs meg. Vége volt az Európa-bajnokságnak, már nem sokára kezdődött a magyar bajnokság, nem volt pihenési idő. Az izomzatnak legalább 2 hét teljes pihenő kell egy bajnoki szezon után, ami ahogy tudjon uh-huh. regenerálódni, még pszichésen 1 hét alatt tud regenerálódni az ember. Ezért most látszik a Gábornak sajnos, hogy sajnálom, hogy megsérült, mert nagyon jó kapusnak tartom, és büszke vagyok rá, hogy védhettem ellene. Igaz, ő akkor még egy olyan 17-18 éves srác volt, Szombathelyen védett, és megmondom őszintén, hogy nagyon jó ütembe hagyta abba, és ő ezt érezte előre szerintem, hogy most kell abba hagyni. Gulácsi Dibusz Megyeri, ugye most a válogatottban ők jönnek utána. Te is hármójuk közül Gulácsira tettél volna itt a VB sorozat elején? Hát, mint ahogy mutatják a mutatók is, azért a Gulácsi egy jó kapus, ugye bár a Bundesliga egybevéd. Na most a Dortmund ellen megmutatta. Természetes, hogy én is őre tettem volna, mert ugye bár a Magyari Balázs is most kezdett el védeni, és megmondom azt is, hogy a Dibusszal mostanában nem vagyok elégedett. Ő tavaly tavasszal szenzációsan védett, tavaly előtt ősszel én nálam a numero uno volt, mert nagyon, nagyon nagy bravúrokat csinált. Most egy kicsit úgy érzem, hogy... Beleszürkült a Fradival együtt. Hogy most már, most kellenének neki a bravúrok. Most kéne neki hozni a bravúrokat, és most nem érzem rá képesnek, hogy tudja hozni a bravúrt a Fradiba se.
mert az a jó kapus nálam, van egy átlag teljesítmény, abból van, mit tudom én, 5 jó teljesítmény, és egy rossz. Most őnála csak az átlagot látom, nekem az a véleményem, így kívülről. Uh-huh. Talán az, hogy túl stabilan véd, hogy tehát akárhogy véd, akkor is ő vele kezdődik, talán ebből kéne... Tehát versenyhelyzet. Nincs versenyhelyzet ott. Ki kéne billenteni ebből a lelki egyensúlyból ahhoz, hogy megint a fejéhez kapjon és ugyanazt a teljesítményt hozza, mint amikor oda került a Fradiba. János, a végére értünk, azt mondd meg, jövő héten akkor Szili Zsolt áll a kapuban? Biztos vagyok benne, hogy ő áll a kapuban, mert így is beszéltük. Te pedig a Farmeredbe és az Ingedbe. Én meg elmegyek, megnézem. Megnézed a meccset. 2017-ben még rá lehet venni ilyen csintalankodásokra téged? Nem, most már kimerem jelenteni, hogy 2017 nyarától máshova nem igazolok. És erre mondta tegnap az edzőm, a Tomi, hogy hát nem is kell, mert itt lesz az igazolásod. Mondom, de Tomi, már nem fogok jönni. Na jó, de azért a búcsú meccs még messze van. Hát még búcsú meccsek lesznek, de én úgy érzem már, hogy tényleg be kell fejezni. Na jó munkát. Meg első a család. Jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.